Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Abban az időben, amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt, még saját magát is nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezés befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vett, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-re jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzám, még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Legyen bűneink, bocsánat. Kedves testvérek, talán emlékeztek rá, múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy vannak az egyházban olyan terminológiák, olyan kifejezések, olyan fogalmak, amelyeket évszázadokon keresztül félreértettek, vagy helytelenül értelmeztek. Az egyik ilyen minden bizonnyal a szeretet, a másik minden bizonnyal az alázat, és a harmadik az talán Jézusnak ez a szegénységgel kapcsolatos mondata. Jézus azt mondja, közületek mindaz, aki nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Kedvesem, ezt a mondatot sokszor visszaélésszerűen értelmezték, felhasználták, ezzel a mondattal akarták a társadalmi szegénységet sok esetben alátámasztani. Még talán mi is hallottunk ilyeneket, és talán még a mi annó múlt századi hitoktatóink is ebben a szemléletben szocializálódtak, hogy azokat a szenvedéseket, fogyatékosságokat, boldogtalanságot, hiányt, amit itt a földi életben elszenvedünk, az nem baj, mert majd oda át kárpótol minket az Isten. Majd oda át megkapjuk az örök boldogságot, és hogy az fölülírja ezt a nyomort, ezt a hiányt, ezt a nélkülözést, ezt a fájdalmat, ezt a szenvedést. Nagyon sokáig benne élt az egyház terminológiájába és fogalmkincsébe, hogy ez a földi élet, ez a szenvedések helye, ám de majd az örök boldogság. Bizonyára hallottatok ti is ilyen mondatokat, és talán nem idegen, emlékeitekbe kutatva előjönnek ilyen élmények. Hát kedveseim, a helyzet az, hogy ez a mondat, mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom, nem a szegénységet emeli oltára, és nem a nincstelenséget a piedesztára. Ezzel nem lehet, nem Jézus szándéka szerint legalábbis nem lehet a szegénységet, a nyomort, a nélkülözést isteni kinyilatkoztatás igéjére emelni és legitimálni. Ez a mondat valami egészen mást jelent. De akkor mit? Mert hogy ezt a fajta interpretálást, amit eddig mondtam, ezt már nyilván hallottátok, mi akkor a helyesebb megközelítés. Nem állítom, hogy én mindent tudok, sosem mondtam, nem állítom, hogy az, amit én most gondolatként veletek megosztok, hogy az az egyetlen tökéletes interpretáció, de azt gondolom mindenképpen helyesebb annál, mint ami eddig elhangzott, és mint ami benne is van a társadalmi közmeggyőződésben és a vallásos emberek köztudatában. Hogy megfejtsük ennek a mondatnak a valós helyi értékét, ahhoz vissza kell nyúlnunk a Szent Leckére. Szent Leckében Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből arról értesülünk, hogy Filemonnak, a rabszolgatartónak, aki feltehetőleg gazdag, tehetős volt, elszökött egy rabszolgája név szerint Onézimusz. Azt mondja Pál, fiamért Onézimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet. Vagyis elszökik Onézimusztól, elszökik Filemontól, bocsánat, Onézimusz a rabszolga, és Pál bilincseiben életet ad neki, nyilván nem fizikálisan, hanem szellemileg és lelkileg, vagyis Onézimusz megtért. Onézimusz hitre jutott, Onézimusz feltehetőleg Pál megkeresztel. És azt mondja,
úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Milyen szép és milyen bensőséges kapcsolat lehetett tehát Pál és Onézimus, a szökött rabszolga között, ha Pál azt mondja, hogy szívemként küldöm őt vissza hozzád, Filemonhoz, a jogos tulajdonoshoz, a rabszolgatartóhoz. Pál azt is mondja, hogy szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyette szolgáljon nekem, fogságomban, de ezt beleegyezésed nélkül nem akartam megtenni, nehogy jótéteményed kényszerűségből fakadjon, hanem önként vállald. Vagyis szerettem volna, hogyha Onézimus itt marad velem, de ezt a te engedélyed nélkül nem akartam megtenni, mi több, téged hívlak meg arra, hogy tedd meg helyettem és nekem, szabadítsd fel Onézimuszt, aki immáron nem a tulajdonod, nem a rabszolgád, hanem a testvéred. Hiszen én adtam neki, csak úgy, mint neked, bilincseimben életet. Ő ugyanúgy Isten gyermeke lett, ő ugyanúgy megtért ember, ő ugyanúgy hitte jutott, mint te. Tehát kettőtök között már nem alá-fölé rendeltségi viszony van Isten szerint, hanem egyenrangúság. A társadalmi igazságosság és a társadalmi megítélés szerint persze alá-fölé rendelt a szabad és a rabszolga, de ezen te, mint tulajdonos, te, mint rabszolgatartó változtathatsz és felszabadíthatod Onézimuszt. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakap, de már nem mint szolgát, hanem többet, mint szeretett testvért. Kedveseim, ez az a momentum, ami visszaköszön az evangéliumban. Néha le kell tudnunk mondani előnyökről, átmenetileg hátrányt kell elszenvednünk azért, hogy többlet előnyhöz jussunk. Filemontól megtökik a rabszolga, van egy mínusz rabszolga, van egy szökevény rabszolga, ez nyilván Filemon háztartásából hiányzik, ez hátrány. Ám de visszakapja őt testvéreként, ám de visszakapja őt keresztényként, ám de visszakapja őt Páltól megtért személyként, és ez többlet. Átmeneti hátrány, hogy nincs egy rabszolga, többletet kap vissza, hogy nem rabszolga formájában kapja a rabszolgáját vissza, hanem testvérként. Jézus ezt mondja ez evangéliumi szakasszal, átmeneti hátrányokat el kell tudnunk szenvedni, el kell tudnunk viselni a többlet érdekében. És mindjárt mondok egy jó pár olyan példát, ami ezt a kinyilatkoztatott alapigazságot a ti életetekben is alátámasztja és bizonyítja. Ahogy végignézek rajtatok, többségében szülők, nagyszülők generációja vagytok. Bizonyára visszaemlékeztek arra a szituációra, amikor gyermeketeket, unokátokat első napokban az óvodába elvittétek, vagy elengedtétek. Hajnali 9 óra magasságában mind a szülő, mind a nagyszülő, és persze a gyerek is, krokodil könnyeket hullajt, tapasztalatom szerint, mert minden szülő megvan arról győződve, hogy az ő gyerekét a társak meg fogják etetni a homokozóba, a 10 óraikor amúgy is leöntik a kicsinyét a kakaóval, és be fogja csípni a délutáni pihenőkor az ujját a kis ágy. Így van, kedves gyakorló apukák és anyukák. Ez a pszichológia nyelvén a szeparációs fájdalom. Mert hogy egész eddig a gyermeked a te felügyeleted alatt volt, 0-24 órába te gondoskodtál róla, állandóan a látószögedben, a látóteredben volt, ráhabitualizálódtál arra, tehát habitusod kialakult, hogy a gyermekedről gondoskodsz. És most egyszerre deficitként éled meg a gyermeked hiányát, akit idézőjel elvitt az óvoda, akit be kell iratni az iskolába. És aggódsz, és tele vagy szorongással, és tele vagy félelemmel, te épp úgy, mint a gyereked. Ismeritek ezt az alapérzést? Igen vagy nem? Na, ezt nem hallottam. Tehát ki az, aki ismeri, ki az, aki nem, tegye fel a kezét, aki ismeri ezt az alapérzést. Na jó, hát akkor az a többség, igen, köszönöm szépen. És aztán a gyerek mondjuk kamasz lesz. Kettőt alszunk, és az óvodásból kamasz lett. Hármat.
mert délután is sziesztázunk egyet, így van. Egy kamaszkorú gyerek, ha nem kapja meg szüleitől azt a bizalmat, hogy hosszabb pórázon engedik, akkor robbantani fogja a kapcsolatot. Az a szülő, aki nem tud ideiglenesen lemondani a gyermekéről óvodáskorba, arra a napi 4-5-6-8 órára, az idézőjel modern műszóval éve bukja azt az előnyt, ami a gyermek számára az óvoda. Az bukja a gyermekek kárára és a maga önzése javára azt az előnyt, hogy a gyermeke megtanul közösségbe szocializálódni. Megtanulja a közösségi viselkedés elemeit. Hogy azzal a játékkal nem csak neki szabad és kell játszani, hanem arról le is kell tudni mondani a társai javára. És így tovább. A hátrány, hogy most elvesztem a gyermekemet a látószögemből, bőven kárpótlódik azokkal az előnyökkel, amihez a gyermek a nevelése, fejlődése során az óvodába jut. És az a szülő, aki kamaszkorban nem tud lemondani a gyerekéről, aki, bocsánat a kifejezésért, rajta ül a gyerekén, mint levél nehezék a papírom. Aki mindig minden kőkeményen, szigorúan bevasal és meghatároz, hogy kicsinyem este 8-ra itthon kell lenned, akármilyen jó a társasági élet. Tehát az a szülő, aki nem érzi annak a dinamikáját, hogy most egy kicsit hosszabbra kell engedni a pórát, az a gyerekét hosszú távon el fogja veszíteni. A kamaszkori lázadások mögött egyébként ez van legtöbb esetben, hogy a kamasz gyerek az szeretne idézőjel a bandához tartozni, a társaságához, a saját korcsoportjához, mert számára már azok az értékek a meghatározók, amit a korcsoportja képvisel, és nem amit otthon a szülő. Ezért van az, hogy a gyereknek, a kamasznak is ugyanolyan farmer kell, és ugyanolyan mobiltelefon, mint amit a haver az iskolában, vagy a havernő használ, és amiben jár. És a te ízlésed, és a te nevelésed, a te szokásrendszered, az már csak másodlagosan lesz a kamaszkorú gyerek számára meghatározó. Persze ott van háttérben a tudatban, de az alap érdeklődés egy kamaszkorú gyereknek mégis az, hogy a korcsoportjához szeretne igazodni. Le kell tudni ideiglenesen mondani a szülői felügyeleti jogodról, na persze nem teljesen és nem véglegesen, de háttérbe kell tudnod szorítani, kicsit visszább kell tudnod abból venni, hogy a gyereked a saját szabadságát megtapasztalja. Zárójelbe jegyzem meg, ezért nagyon-nagyon fontos, mert egy kamaszkorú gyerek a saját korcsoportjához igazodik, és ez lesz számára mérvadó. Nagyon fontos, hogy milyen az a közösség, milyen az a csoport, ahol a gyerek megy. Hogy a templomba ezért tartunk egyébként bigyusz ifjúsági foglalkozásokat a fiataloknak, mert itt legalább a katolikus értékrend szerinti erkölcsi nívót kapja meg. A fal másik oldalán lehet, hogy kábítószert osztogatnak, nem tudom. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi az a közeg, mi az a banda, mi az a csoport, ahova a gyerek tartozónak véli magát. És ugyanez az igazság igaz, amikor a fiad, lányod férjhez megy, megnősül. A legtöbb anyós menny konfliktus mögött az van, hogy a szülő nem tud lemondani a gyerekéről, jogot formál arra, hogy továbbra is irányítsa a gyermeke életét, és ezzel megmérgezi a fiatalok kapcsolatát és végső fokon a sajátját és a saját gyerekével. És robbannak a családok, robbannak a házasságok, perpatvar keletkezik mindenből. Ha nem tudsz lemondani szülőként a gyermek felügyeleti jogodról, ha nem tudod kontrollálni, nem tudod visszavenni ezeket a jogosultságaidat, ha nem tudsz átmeneti hátrányt elviselni egy nagyobb jó érdekében, akkor mérgezed a kapcsolatot, robbantod a családi viszonyt, végső fokon erről szól a jézusi tanítás is. Mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, tehát nem hajlandó hátrányt elviselni,
nem hajlandó az eszközöket, kapcsolatokat a kezéből kiengedni, nem hajlandó önmagát kontrollálni és önmagát visszafogni, az nem lehet az én tanítványom, vagyis mindent veszít, inkluzív az üdvösséget is. Jézus ezt más helyen úgy fogalmazta meg, elsőkből utolsók lesznek, utolsókból elsők. Benne van, bele van kódolva tehát a mi életünkbe is, és ez a 3-4 példa, amit mondtam, világosan mutatja, hogy a gyakorlati élet szerint is működik ez a Jézusi elv, mert ha valaki nem így építi fel a kapcsolatrendszereit, az általában mérgezi, az általában megterheli, az általában tulajdonképpen a kapcsolatainak a sírját ássa meg, és hosszú távon ez vissza fog ütni. Jézus tehát nem a szegénységet, nem a nincstelenséget, nem a mindenről való lemondást, hanem azt helyezi a fókuszba, hogy tudj önmérsékletet tanúsítani, és ha kell, tudja javaidról lemondani, tudja kapcsolataidról lemondani, vagyis a helyes értéket és a helyes arányt. A beosztást, az arányok helyes ismeretét akarja Jézus ezzel a mondattal mondani. És ugyanez igaz a szentírási szakaszt bevezető első gondolatsorra is. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekét, fivérét és nővérét, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Kedveseim, mi ennek a gyűlölni fogalomnak, igének a reál értéke? Hiszen, ha megnézzük, a gyűlölet az pontosan a szeretetnek az ellentéte, tartalmilag is, érzelmileg is, hangulatilag is. Márpedig Jézus a szeretetet főparancsba adta. Márpedig Jézus azt mondta, hogy szeressetek úgy, mint ahogy én szeretlek titeket, legyetek tökéletesek, mint ahogy az én mennyei atyám. Ő saját magát a szeretet non plus ultrájának nyilvánította ki. Hát hogy adhat egy szeretett király, a szeretet királya egy ilyen tanítást a követőknek, hogy gyűlöld apád, anyád, fivéred, nővéred, sőt még saját magad is. Hogy hangozhat el ez a mondat Jézus szájából, amikor szöges ellentétben van ez a kijelentés tanításának és a tanainak a lényegével? Márpedig így szerepel a Bibliában. Jézuson belül nincs önellentmondás. Ha a két fogalmat, hogy szeretett parancsot kaptunk, és ez a mondat, amit itt felolvastunk, egymás mellé tesszük, akkor ez pedig szöges ellentétben áll egymással. Nyilvánvaló, hogy a probléma feloldásának kulcsa a gyűlölni kifejezés értelmezésében van, hogy mit kell érteni alatta. És a gyűlölni kifejezés az eredeti összöveg összefüggésben azt jelenti, aki nem képes hátrébb rangsorolni apját, anyját, fiát, nővérét hozzám képest, az nem lett a tanítványom. Vagyis a helyes rangsort, a helyes prioritást akarja tanítani Jézus. Építsd föl életed helyes prioritását, amelyikben az első helyen Jézus van, Isten, mint ahogy a 10 parancs mondja. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ez a csak neki szolgálj elv sérül akkor, hogyha férjed, fiad, lányod, vejed, menyed, feleséged, Jézus elé teszed. Ez a csak neki szolgálj elv sérül akkor, amikor a vasárnapi ebédfőzés fontosabb, mint a szentmise, mert akkor innentől kezdve a vasárnapi ebéd az föléje került Istennek. Ez a csak neki szolgálj elv sérül akkor, amikor te ragaszkodsz a kapcsolataidhoz, az önzéshez, a kényelmethez, a lustaságodhoz, a halaszthatatlan újságolvashatnékodhoz, és nem jössz misére, mert éppen aludni akarsz, vagy mert éppen akkor jött rád a függöny moshatnék, az ablak pucolhatnék, vagy mit tudom én. Ebbe a relációba Isten elé került valami. És Jézus azt mondja, hogyha nem helyes
az életed prioritás sorrendje, akkor nem tudsz az én tanítványom lenni. Magad miatt. Hiszen a krisztusi kritériumrendszer világos. És ha ezt te nem tartod be, akkor te magadról deklarálod, hogy nem vagy az ő követője. Nem tudom, világos-e, amit szerettem volna mondani. Igen vagy nem? Mindenkinek? Amen.